Kedves diákok, izgalmas időszak ez a mostani, hiszen kibontakoznak előtted a lehetőségek, a jövő és a hivatásos ígéret kialakításának képe. Varga Gábor kormány megbízotti kabinet vezető nyitotta meg a 16. alkalommal megrendezett pályaválasztási napot, amelyet a Dunaújvárosi Főiskolán tartottak meg. Ezt követően Cserna Gábor polgármester tartott ünnepi köszöntőt. Mi a mai napnak a jelentősége? 1980-as évek óta a Dunaújvárosi Középiskolák palettája igencsak szélesre sikeredett, jó értelemben is ennek mindannyian örülünk. A megnyitót követően csaknem 30 közép- és felsőoktatási intézmény, valamint cég- és szakma képviselői mutatkoztak be az érdeklődőknek. Én a Lórántból szeretnék majd tovább tanulni, ez az egyik választott, és azért jó szerintem ez, mert itt segít ugye, hogy hova menjünk tovább, hogy miket mutatnak itt. Hát szerintem nagyon sokat segít, hogy így hova menjek, mert ugye eddig is bajba voltam vele. Ahogy láttam, elég sok iskola gyűlt itt össze. Hát én már megvan a voksom, hogy hova szeretnék menni, de szerintem ez tájékoztatja a gyerekeket, hogy a nyolcadikos diákokat, hogy hova szeretnének tovább tanulni. Őszi Attila, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte. A pályaválasztási nap fontos a szervezet számára is, hiszen a rendezvényen az intézmények segítségével megmutathatták, milyen széles a dunaújvárosi képzési skála. A centrum szempontjából és a város szempontjából is meg azért fontos, hogy exponáljuk azt, hogy a városnak a szakképzése az rendkívül jó. Tehát igazán büszke lehet a város is, és a szakképzési centrum is a tagintézményében folyó képzésekre, hisz olyan intézmények tartoznak ide, akik az elmúlt években országos elismerésben lehetett részük, például a Rudas és a Dunafer középiskola miniszteri elismerést kapott. A rendezvényt a Fejér megyei kormányhivatal szervezte meg. A program célja az volt, hogy segítse mind az általános, mind a középiskolás diákokat a pályaválasztással kapcsolatban. Mi, akik a munkaerőpiacra valamiféle ráhatással vagyunk, vagy látjuk, hogy egyáltalán a ma gazdasági szereplőknek milyen végzettségű, képzettségű munkavállalóra van szükségük. Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiataloknak lehetőséget adjunk arra, hogy körbenézhessenek, hogy a szűk lakóhelyükön, de akár a megyében is tájékozódjanak, hogy milyen szakmákat, milyen olyan új ismereteket lehet elsajátítani, amit mondjuk középfokú oktatási intézmények kínálnak. Tűzoltó leszes katona. Akár ez is lehetne a jelmondata a 16. alkalommal megtartott pályaválasztási napnak, hiszen az érdeklődők számos szakmával, hivatással, illetve oktatási intézménnyel ismerkedhettek meg itt a Dunaújvárosi Főiskola A épületében megtartott rendezvényen. A DSTV híradóját Morva Dávid tudósította.